Magyarország megmarad Magyarországnak. Nem lesz bevándorló ország, üzente hajnali videójában a kormányfő. Orbán Viktor szerint a visegrádi négyek nagy győzelmet arattak, megérte a fáradtságot, hogy elérték, menekülteket erőszakkal nem telepíthetnek be. Visszautasíthatjuk a menekültek befogadását. Hogyan értékeli a helyzetet Szanyi Tibor? Meg fogjuk tudni, jó estét kívánok a kedves nézőknek, ez itt az Egyenes Beszéd utolsó szakasza, a Kontra címre hallgató, ahol két újságíró kolléga társaságában fogom kérdezni Szanyi Tibort, kedves vendégünk, ez Zentai Péter, külpolitikai újságíró és Szik János, az Élet és Irodalom rovatvezetője, a két meghívott újságíró kolléga és Szanyi Tibor, az MSZP alelnök, európai parlamenti képviselője, ami vendégünk ma este, jó estét. Jó estét kívánok. Hadd kezdjem hazai kérdéssel, mert van egy olyan konstrukció, ami azt mondatja, hogy azért mondott, lépett vissza az elnöki megmérettetéstől az MSZP-ben, és vállalta, hogy alelnökként viszi tovább az MSZP-s ügyeit, mert hogy ez egy deal azért, hogy jövőre az Európai Parlamentbe jusson ismét. Hát ilyen deal egyelőre nincs, bár miattam szívesen ismételnék, de nem dealből, hanem érdemből szeretném ezt megtenni. Viszont ami itt most történt konkrétan, az annyi volt, hogy én nekem volt egy nagyon radikális elképzelés a párt jövőjét illetően. Hát feloszlott a boldog pártot. És újra alakítani. Tehát egy igazi baloldali pártot. Most ennek a részletében nem menjünk bele. Lényeg az, hogy én körbejártam az országot, és a pártagságban is azt tapasztaltam, hogy ja, hát változni kéne, de hát azért ennyire nem. Tehát a radikalizmusnak a hőfokát szerették volna a pártagok visszavenni, és én úgy gondolom, hogy mivel elnöki szinten ez nem élvezett többséget, én nem akartam a kisebbségi nézeteimet tovább erőltetni, elengedtem ezt a témát, viszont az a tény, hogy a kongresszus ugyanakkor megválasztotta alelnöknek, ez azt mutatja, hogy azért mégiscsak egy, ha nem is annyira radikális változás pártján áll a szocialista pártnak a tagsága, vagy a küldötteknek a többsége, hogy én ezt egy jó kompromisszumnak tartom. Tehát, azt pedig jól értettem, hogy ismételne az Európai Unióban, hogyha párt önt jelöli Európai Parlamenti képviselőnek? Nagyon szívesen, hogy ne. Hát ennek okom is van egyébként, mert tényleg végtelen büszke vagyok arra, hogy most már napi szinten is tucat, vagy akár száz számra kapom a különböző támogató megszólásokat, leveleket, maileket, hogy ez a bizonyos okosfalu program, amit, vagy projekt, vagy koncepció, amit én most már harmadik éve ápolgatok el mögött, most már elég sok pénz is fölállt, politikai akarat megvan, nem sokára jönnek az adminisztratív intézkedések, hogy a jogrendszerbe belevinni ezt a dolgot, ami annyit jelent, hogy a nagyon erősen kilövő metropoliszok és a nagyon-nagyon leszakadó kis települések közti mélyülő vagy táguló szakadékot, ezt hogyan lehet európai módon, európai pénzekkel, európai segítséggel összehúzni. Hát ehhez még azért biztos, hogy pár év munka is hozzátartozna. Az Unióban a négy baloldali magyar képviselő tud hatást gyakorolni, hogy a két MSZP és két DK-s képviselőt szokás egy ilyen négyes csoportnak tekinteni? Tud. Hát attól függ, mi a téma és mi a gondolat. Tehát erre hoztam példaként, hát most én egymagam vagyok, egy emberként tettem le az asztal ezt az okosfalu koncepciót, és szépen lassan fölzárkozik hozzá nem csak a parlament többsége, hanem a EU intézményi rendszere. Ön a szocialista frakció, vagy a demokrata szocialista frakciónak a tagja, és nem csak Magyarországot képvisel, hanem ezt az ideológiát. Megmondom őszintén, hogy megfigyelőként elégedetlen vagyok azzal, amit az utóbbi időben Európa szerte, nem mindenkire nézve, de általánosságban a szociáldemokratáknak az Európa politikai aktivitásáról észlelek. Egyfajta passzivitást, egy ilyen utánzöngés, mintha nem ők akarnának elsőként muzsikálni, nincs kezdeményezőkészség, olyasfajta, ami látványos. Angela Merkeltől Kurzig bezárólag, és az egyáltalán nem szociáldemokratának mondható Macronik. Ez a hármas az, amelyikre látjuk, és Orbán Viktort, ő se szociáldemokrata. És amikor menekült kérdés van, akkor azt veszem észre, hogy önök semmilyen aktivitást nem mutatnak, még Németországban is az elvtársaik mit csinálnak, mintha kibicek lennének. Hogy van ez? Én sem vagyok elégedett. Tehát ezt azért nyomatékosan szeretném az elején rögtön leszögezni.
Ugyanakkor a tényszerűség az, hogy ön hiányol bizonyos aktivitásokat, ez azért nem utolsó sorban abból fakad, hogy az Európai Unió az egy súlyosan kormányközi szervezet. Tehát abszolút kormányközi szervezet. Magyarul a kormányok hangjai hallatszanak. Most, hogyha ön is felsorolt itt egy pár miniszterelnököt, Angela Merkelt, Sebastian Kurzot, ezek konzervatív miniszterelnökök. Szocialista miniszterelnök nem sok van. Egy van most éppen, vagy kettő, ugye portugál miniszterelnök, illetve most a új belépő Sánchez. És azért ők számosságukat tekintve nyilvánvalóan egy kórusban nem tudnak akkora hangot képviselni, amikor. Ettől függetlenül azért abban osztom a kritikai nézeteit, hogy nem sok kezdeményezés volt nagyobb Európa politikai ügyekben. Valószínűleg ez a látványkonyhának is egyféle következménye, mert azért ne felejtsük el, hogy azért ez nagyon komoly volt a szociális jogok európai pillérével kapcsolatos kezdeményezésünk, ami tavaly novemberben manifesztálódott ugye Göteborgban, azért az nagyot szólt akkor. Hát kétségtelen, hogy ez nem annyira látványos történet, mint amik egyébként ilyen feszült pillanatokban napirenden tudnak lenni. Tehát azért az a 20 pont, amit mi megfogalmaztunk és átvittünk, hogy ez a jövő európai tematikája. De azért... megyünk az utcára, senki nem hallotta. Kevés Európában. Azért van kevés szociáldemokrata miniszterelnök, mert a népek elégedetlenek a szociáldemokratákkal. Valószínűleg ezért van, veszítenek minden országban, nem minden országban, Spanyolország ellenpélda, de hát nyilvánvaló ez az oka. És sok oka van. Sok oka van. Sok oka van. Maradjunk ennyibe, de azért egyet hadd fűzzek hozzá. A válság után, ami most nem tudom, hogy mikor fejeződött be, hivatalosan statisztikai számok szerint tavaly, tehát 2007-től 2017-ig, már egy 10 éves válságot éltünk meg. Nagyon átrendeződött a dolog. Először is szerintem egyszer mindenkorra le kellett számolnunk a jóléti állam filozófiával, ami egyébként egy szociáldemokrata találmány volt. Pillanat. A másik pedig az, Széki János nem így gondolja. Hogy jelen, nagyon örülök, ha vitatkozunk. Jelen pillanatban nagyon úgy néz ki, hogy nekünk a digitális kapitalizmus adja a legtöbb kihívást, és erre még nem születtek meg azok a jó válaszok szocialista oldalról, amit egyébként szolidáris piacgazdaságnak nevezek. Én itt látom a fordulóban, de hogyha más a vélemény, akkor örömmel. Milyen tudományos kifejezésekkel gazdagodunk mostanában? Hát egyrészt nem gondolom azt, hogy a jóléti állam a szociáldemokrata találmány, történetileg, hogyha megnézzük, akkor kifejezetten konzervatív kormányok vezették be először Németországban ennek az alapelemeit, aztán Amerikában, egyéb helyeken. A másik, amit én viszont meg szeretnék kérdezni, hogy ön kifejtette véleményét több ízben a kapitalizmusról, és vagy mit tudom, rendszerszerű disznómód, legalizált rablás, stb. Az. Meg, hát én meg nem így gondolom, de mindenkinek a maga véleménye. A másik, hogy kifejezetten vörös pártnak mondta még a kettéválás előtt az MSZP-t, aminek ahol vörös árnyalatok vannak, valamint eléggé elítélően beszélt a liberálisokról, nem tudom, hogy pontosan kit értette Ratta, hogy nem gondolja el, tehát a terveiben nem volt az, hogyha újjá alakul, mint Főnix madár valamilyen néven a szocialista párt, akkor nem véletlen, nem csatlakozna véletlenül egy másik európai pártcsaládhoz, például ahhoz, amelyikben a Cipraszék vannak. Nem? Nem, nem, nem semmiféleképpen nem. Tehát a GUE-ról beszélünk, ez igen. A rövidítése, északi zöldeknek is szokták mondani őket. Nem, egyáltalán nem volt ilyen elgondolásom, és sokkal inkább azt szeretném, hogyha a jelenlegi balközép szocialisták és demokraták elnevezésű frakció, amiben jelen pillanatban magam is vagyok, itt a szociális dimenzió az meg tudna erősödni. Azért gondolom ezt, mert például, hogyha megnézzük, hogy milyen témákat visz jelen pillanatban ez a frakció az Európai Parlamentben, nagyon sok olyan van, ami én úgy gondolom, hogy nekünk egy kicsit testidegen lenne most a bankuniónak a dolgai, fontos ügyek ezek, félre ne értsük a dolgokat. De én ezt inkább hagynám a konzervatívokra, viszont a szociális ügyeket meg a konzervatívok hapolják el állandó jelleggel, és akkor kicsit egy olyan érzésem van, hogy mindenki a másét csinálja, de egyébként ettől függetlenül azt gondolom, hogy sokkal több mindent föl kéne venni a szociális napirendre. Hát Zentai Pétert igazolja az, hogy ezt a szocialisták hagyják, hogy a
konzervatívok elvigyék a fő témájukat. Megengedi ez a kedves asztaltársaság, hogy a tegnap is ma történt brüsszeli eseményekre reagáljunk egy kicsikét, annál is inkább, mert egyrészt Orbán Viktor egy hurra optimista közleménnyel örvendeztette meg a magyar nyilvánosságot, győztünk, mondta. Másfelől pedig a Politico a mai címlapján, ami ugye egy mérvadó elemző szaksajtó, Orbán Viktor bebiztosította helyét az Európai Jobbközépen címmel jelentetett meg egy írást. Ami azt mutatja, hogy abból a szempontból Orbán Viktornak lehet, hogy igaza van, hogy ő például személyesen győzött egy olyan csatában, ami az ő csatája volt, de volt-e másfajta ütközet? Győzött-e Magyarország? Volt-e olyan tétőnben nekünk harcolnunk kellett? Hát én ezt jelentősen máshogy látom, mint ami ebből a sugalmazásból kialakul. Először is Orbán Viktor valóban sokat tett annak érdekében, hogy vele számoljanak, de ezt úgy érte el, hogy mindenkinek belerúgott az arcába. A másik pedig az, hogy őt viszont pacifikálták, és nem véletlen, hogy egy nemrégi német látogatásáról úgy jött vissza, hogy megvilágosodott, illiberális állam helyett, ezentúl klasszikus keresztény demokráciát fogunk építeni, ami nem egy nagy felfedezés, az azt jelenti, hogy a szélről visszajön középre. És most is egyébként ezen a csúcson igazából neki nem volt szerepe. Tehát könnyen lehet úgy győzni, hogyha valakinek nincs szerepe, úgy érzem, hogy olyan sok minden történt. Szerintem Orbán Viktor elbukta a maga pozícióját. Orbán Viktornak az alappozíciója az volt, hogy itt semmiféle közös európai megoldást nem kell, egyszer nem kell beengedni a migránsokat, azt jó napot kívánok. És ezt a kerítésével demonstrálta. Ehhez képest, és azért mondják, hogy ez egy történelmi jelentőségű csúcs találkozó volt, mert ez végre rögzíti mind a 28 kormányfő akaratát, ami úgy hangzik, hogy ez egy össz-európai probléma, és össz-európai megoldások kellenek. Tehát nincs külön, ez elvi erővel lesz. Azt szögezzük le, ezt a dokumentumot Orbán Viktor is aláírta. Így. Hát nem kell ezt aláírni, mert... Pázi, igen, tehát egyetértésével így, találkozott. Csak konszenzuálisan tudnak kijönni az ajtón az Európai Tanácsnak a következtetései, ez a conclusions, így ez a műfaj ennek a dolognak. Itt ez benne van, és tulajdonképpen az, hogy még milyen tartalmi intézkedéseket vetítenek előre a kormányfők, szerintem ez egy kulturált kompromisszum, valószínűleg jó megoldások sorát is tartalmazza, de itt azért én nem merném azt mondani, hogy bárki győzött volna, talán hogyha valaki győzött, az Európa. Egy szocialista politikus, én arra vagyok kíváncsi, egy szocialista politikus fülében hogy cseng az, hogy zárt táborok, ellenőrzött táborok, és ezek az ellenőrzött táborok esetleg Észak-Afrikában tingli-tangli diktatúrákban fognak létrejönni. Én tudja, mit mondok erre? Koncentrációs táborok. Mit mond ön erre? Hát az, hogy nem ez az állapot, deportálás, mert ezekkel az aggodalom... Nem. A záró dokumentum, amivel kijöttek a kormányfők a szobákba, vagy a tárgyalóteremből, az világosan rögzíti, hogy ezekben a regionális központoknak hívjuk, ez a hivatalos neve. Zárt táborok volt az első megfogalmazás, a másodikban pedig ellenőrzött táborok. És föl van sorolva, hogy emberjogi, humanitárius, stb. Milyen standardoknak kell megfelelni, függetlenül attól, hogy itt vagy ott vagy amott, mert három helyen lehet, az EU területén, EU-n kívül, de Európában, harmadik pedig Észak-Afrikában, és a maga dokumentum is egyébként kifejezetten rávilágít erre a pontra, hogy nagyon oda kell figyelni, ha Líbia vállalana ilyesmit, akkor ott nagyon oda kell figyelni, hiszen jelen pillanatban is ki vannak téve az ott lévő menekültek rabszolgamunkának, meg minden ilyesminek. Gyilkolják is. Kifejezetten benne van a dokumentumban, hogy küzdenek a emberkereskedelem, embercsempészet, rabszolgaság, tehát ez mindezek ellen fel kell venni a harcot. Tehát az ellenőrzés, az európai ellenőrzés, az nem az, hogy kápokálnak. És kik fognak ott ellenőrizni? Hát erre még nincs semmi válasz. De nem is kell, hogy most rögtön legyen válasz. Ez nem a ténem az tehát ez az elkövetkező napok, hetek, hónapoknak a feladat ezeket beazonosítani. Hol lehet, mi? Európai haderő lehet annak letéteményes, hogy ellenőrzés gyakoroljon a táborok. Hát haderő nem, de minden esetre szó van a dokumentumban arról, hogy együttműködés a helyi rendvédelmi szervek, illetve az európai hasonló szervek, de egy dolgot hadd mondjak, és bocsánat, muszáj, mert egy statisztikai szám nagyon ide tartozik, és szintén a dokumentumban benne van, és ez nagyon fontos, a magyar nézők fülének borzasztó fontos. 2015. októberre volt a csúcspont, a menekült hullám, a menekült áradat, tehát akkor jött be a legtöbb ember egy hónap alatt. Jelenleg
májusban. 95%-kal kevesebb. Ami azt jelenti, hogy ma már csak egy huszada maga a probléma. Én értem a potenciált, meg értem a bent lévőket, meg mindenről meg lehet emlékezni. Csak azt szeretném mondani, hogy Európa itt megoldott valamit. Azt nem tudom, hogy ideigresen vagy tartósan, de az, hogy nincs menekültáradat, ezt elérte. A Frontex, tehát a határvédelmi szervezeteknek a megerősítésével visszafordítottak hajókat, elkoboztak csempészhajókat. És még nagyon sok minden tartozott ehhez, hogy ami ma gondot okoz, és tényleg azt mondom, hogy Európát nagyon megviselte ez a menekült hullám, és pont ezért történik az, hogy ha már most csak egy emberrel több is bejön, akkor már mindenki összerezzen, hogy tehát Európának a mentális kapacitásait meghaladta. Ez egész ügy, főleg azért, mert nagyon sok, főleg szélsőjobbos erők ezt rettenetesen meglovagoltak. És mondom még egy érdekességet. Ez megint most már 3 év statisztikája. 40%-os a visszatelepítési arány. Tehát effektív 40, tehát a bejövők 40%-át, mert hogy nem érdemelnek menedékjogot, mert gazdasági menekültek, stb. Ez mind tartozik. Ezeket a menekülttáborokban, amiket most Európa létrehoz, Európai Uniós határon belül és kívül, ott ki fogja elbírálni, hogy ki az, aki érdemes arra, hogy menekült státuszt kapjon? Na itt megint a problémák lényegéhez menjünk vissza. Orbán Viktornak nem volt olyan feladata soha, és senki nem kérte, hogy akár egyetlen egy embert is fogadjunk be. Vagy a magyar kormány. Soha nem volt ilyen. Az a bizonyos 1280 valamennyi, tehát durva 1300-as kvóta az elbírálást jelentett. Tehát szét volt rakva kvóták, hogy egyik ország ennyi, másik ország annyi, harmadik ország nem amennyi. Befogadást, hanem nem, ellenőrizze. Nem. Így van, hiszen egy menekültnek borzasztó bonyolult, és egyenként, ez megint a humanitárius részhez tartozik, hogy nem ilyen rámondásos alapon, hanem utána kell nézni a múltjának, a családjának, hogy melyik a világ mely országában volt esetleg büntetve, nem volt büntetve, honnan jött, tényleg az a neve, az az életkora, és a többi. Nagyon-nagyon macerás meló, rengeteg pénzbe is kerül egyébként egy-egy ilyen vizsgálat, tehát itt igazából csak és kizárólag az elbírálásról volt szó. És amikor azt mondta ez a mostani zárónyilatkozás, hogy közös európai probléma, akkor az azt jelenti, hogy közös európai hatóságot fognak létrehozni a menekültügyi elbírálásokra is. Ez egy következmény. De egy szocialista politikustól én azt várnám, hogyha igazából ellenzéki, hogy merje ebben a témában nem együtt az árral haladni, hanem merje kimondani azt, hogy Magyarországon van munkaerőhiány, például az egészségügyben. Miért nem lehet Magyarországon szíriai átvilágított egészségügyi szakembereket felvenni? Miért nem lehet más iraki és egyéb menekülteket? Ezekre az emberekre én, mivel gyakran jártam az arab világban, és tudom, hogy mennyire jók, és Magyarországon is tudjuk, hogy az arab orvosok mindig is jók voltak, és az elnyomó diktatúrák dacára nagyon jó az egészségügyi rendszer Szíriában, Jordániában, Libanonban, Irakban, mindig is ez volt. Nem értem meg, hogy miért nem kezdeményezőbbek ebben a kérdésben idehaza. Nem önnek személy szerint vetem ezt a szemére, hanem a Magyar Szocialista Párt miért csak holmi belpolitikai viaskodásokat folytat, amikor itt van egy hatalmas téma, és hagyják, hogy ez az egész téma a kormánynak a kezébe kerül. Na akkor elárulok egy pici belső titkot. Én tegnap a Szocialista Párt elnökségek ülésén kifejezetten indítványoztam, hogy egy nagyon átfogó jelleggel vegyük napirendre ezt az egész migrációs problematikát A-tól Z-ig. Megmondom azt is, hogy miért. Mert valóban nekem is ez volt az aggodalmam, ennek hangot is adtam, hogy tulajdonképpen a Szocialista Párt szép lassan fölzárkozott a Fidesz mögé. És igazából nagyon nehéz lesz nekünk az európai parlamenti választásoknak úgy neki menni, hogyha ebben egyébként egy hamis konszenzus mutatkozik. És a megoldás egyébként számomra nem az. Én nem fogom megnevezni, hogy szír, meg nem szír, meg milyen orvos. Hanem azt fogom igazából mondani, hogy a jelenlegi menekültügynek nagyon sok kiváltó oka van, de a megoldások sorában azért egy szempontot vegyük figyelembe. Az, hogy a nyugati államok sokkal engedékenyebbek ebben a kérdésben, ez a nagy tőkének az akaratából fakad, magyarul tök jók ezek a menekült hullámok arra, hogy le tudják törni a munkabéreket. Ez egy nagyon fontos mozgalom. De ezt komolyan mondja? Halálkomolyan mondom. Ez nem egy megalapozott dolog. Már egy kis bocsánatot kérek. Igaz, hogy az MSZP bizonyos tekintetben felzárkozott a Fidesz mögé, az lényegében az európai konszenzushoz való felzárkozás jelenti. Tehát ugyanis az európai konszenzus a Magyarországon
akár a Fidesz által, akár a művelt ellenzék által elképzelthez képest, nem az, hogy bárkit beveszünk, minél több bevándorlót vegyünk föl, hanem az, hogy ez a bevándorlási hullám túlságosan megterhelő Európának a munkaerőpiac szempontjából is. Nem minden bevándorló egyetemet végzett, diplomás, agysebész, egyetemi tanár, stb. Óriási tömeg szakképzetlen ember áramlik be. És ez nagyon régóta az európai nyugat-európai bevándorlási politikának egy alapvető baja, hogy nem szelektálnak. Nem jutott eszükbe szelektálni. Ez 9-11 idején lett nyilvánvalóvá, akkor kiderült, hogy mondjuk az Egyesült Államokban a muszlim bevándorlóknak a képzettsége, iskolázatsági foka átlagosan magasabb, mint a benszülött amerikaiaké. Ellentétben ezzel Európában a bevándorlóknak a képzettsége alacsonyabb átlagban, mint a helyieké. Igen, és itt jön az a mondat, amit mondtam, hogy 40%-os a visszatelepítési arány. Tehát mégiscsak van egyféle szelekció, viszont azt még határozottan mondom, hogy bár hogyha Magyarországra jönnének szír bármilyen orvosok, semmi probléma vele. Kell, mert hiszen Magyarországon pont orvoshiány van, nővérhiány van, és sok mindent tud meg építőipari munkásokra szükség. Ezt gondolta például Orbán Viktor ukrán forrásokból biztosítani. Ez egyébként megjegyzem, már a 2010-es választás előtt is így volt. Igen, igen, igen. Na most akár építőmunkásokról van szó, akár ápolónak. De ez egy faji megközelítés, teljesen nyilvánvalóan. Nem faj. Hogy ukrán az jöhet, egy jól művelt... Nem hagyhatja egy szocialista párt rasszista módon megközelíteni ezt az egész... De nem is hagyjuk, bocsánat. De nem mondják ki, hogy itt emögött, hogy én nekem az ukrán megfelelő, de ugyanakkor a keresztény afrikai már nem megfelelő, mert keresztény és mégsem megfelelő. Na, akkor most mondok önnek egy állati érdekes dolgot, és itt kiderül az orbáni politikának minden hamissága. Orbán Viktor jelen pillanatban az iszlám vallást erőszakkal terjesztő Erdogán pacsiban, kéz a kézben akarja megvédeni a keresztény Európát. Tehát most ez az agyrém van tulajdonképpen napirenden. Egy utolsó témával az utolsó pár percre hadd jöjjünk hazafelé egy kicsikét, Sargentini jelentés. Ugye ez a kormányzati kommunikáció szerint a hazai ellenzék áskálódása Magyarországgal szemben, akár nevesítve, például ön is szerepel azon a listán, akik informálták Sargentini asszonyt a magyarországi dolgokról, természetesen hamis képben feltüntetve Magyarországot. Milyen a viszonya a jelentést készítő képviselővel? A téma okán ugye sokat szerepel, sokfelé, sok bizottság tárgyalta vagy adott véleményt az ő jelentéséhez. Ennél fogva ő egy ilyen kvázi magyar szempontból főszereplőnek tűnik ugye ebben az egész dologban. Hát most kapcsolatban áll önökkel, a magyar delegációval? Így nem. Tehát köszönök neki a folyosón, ő is nekem, jó napot kívánk, de ezen... Két önöktől dokumentumot, két önöktől tanácsot, információt? Nem. Hát a szocialista pártnak jelenleg kettő darab európai képviselője van, és mi egyikünk sem tagja ennek a bizonyos bizottságnak, ahol a jelentés készül. Ennél fogva mi csak úgy tudunk módosító indítványokat be tudnánk, hogyha fogunk valakit, aki tagja annak a bizottságnak, és vele közösen. De nem vettünk részt ilyen értelemben ebben a munkában, pontosan azért, hogy meg tudják ők látni, ott vannak a kellő szakpolitikusok, szakemberek. Civilek. Fel van sorolva. Igen. Viszont magában a vitában én részt vettem, tehát a jelentésnek a vitában valóban részt vettem. Én annyit tettem hozzá, hogy hát tulajdonképpen ez a jelentés elég puha az én szemszögömből nézve, mert hogy konkrétan egy sokkal rosszabb a magyarországi helyzet, mint ami ebben a jelentésben benne van. Ezt a véleményemet kapta fel, mit tudom én ki, az ellenoldal, hogy akkor hazaáruló, stb. Stb. Ezeket így mondogatják. Tevőlegesen nem vettünk részt ennek a jelentésnek a készítésében. Egyetért? A jelentés tartalmával? Hát én átböngésztem ezt a jelentést. Meg kell mondjam őszintén, hogy igen. Tehát amit leírtak, az rend, ott helytálló. Az a problémám, hogy ennél sokkal nagyobb a baj. Most akkor mondok egy vicces dolgot. Belekerült a jelentésbe ez a stop soros törvénycsomag.
a Fidesz húzatta ki, hogy ennek nem ez a neve. Tehát magyarul, hogy külföldön már nem meri vállalni ezt az egész történetet, csak itt hazai sajtó tolja ezt stop Soros néven. Tehát ez a kétarcúságot mutatja rettenetesen, hogyan működik, viszont azért ez a dolog ám 12 témakörben vizsgálja a magyar valóságot, de ebbe a sajtószabadságtól kezdve a női jogok érvényesülése, a roma lakosságnak az ügye, a jogbizonytalanság, és a jelentésben van egy érdekes mondat, és azért ezt nekünk politikával foglalkozó embereknek érdemes megjegyezni. A jelentés kifejezetten megdicséri a magyar kormányt a tekintetben, hogy nagyon készségesen áll rendelkezésre, amikor valamiről meg kell tárgyalni. Azt már viszont problémaként írja, hogy akármiben állapodnak, meg nem az történik. Mindenre ígéretet tesznek a magyar oldalról, hogy igen, akkor ezt nézzük, orvosoljuk, stb. Az piszkosul nem az történik. Úgyhogy át is verték egyébként a jelentéstevőt, mert egyébként amikor a jelentés vitája volt múlt hét csütörtökön, akkor fogadták el ugye ezt a bizonyos stopsorost, ráadásul úgy, hogy a előzetes ígéret az volt, hogy bevárják a Velencei Bizottságnak a véleményét, és kifejezetten megsértve érezték magukat a parlamenti képviselők, hogy állj meg a menet, akkor a magyar kormány szavahihető. Most ugye az a kommunikáció, hogy ha a Velencei Bizottság megteszi a maga véleményét, megadja maga véleményét, akkor majd figyelembe veszik egy esetleges módosítást, ami persze nyilván egészen más, mint bevárni, mielőtt törvényével. Ez jelentés, ő említi Júri Andrásnak, talán ez a név mond még ugye valamit, hogy egykori adatvédelmi biztos. Ugye őt a mandátum lejárta előtt eltávolították. Megvívta a maga igazát, a maga harcát, és jelző benne van, hogy vastagon fizetett kártérítést a magyar kormány ezért a teljes jogtalanságért. Úgyhogy ez, ha kell, akkor a dicséret oldalán van, az már kevésbé, hogy miért kellett ezt megcsinálni. Köszönöm vendégeimnek, lejárt az időnk, pedig lenne még erről mit beszélni. Ezt mondatod, akkor még hallgatom. Akkor egy utolsót. Ez a one more thing. Ez a jelentés a parlamentnek azt a véleményét tükrözi, hogy az a tanács, a szakminiszterek tanácsa állapítsa meg, hogy igazunk van-e abban, hogy Magyarországon megvan a kockázata a jogállamiság sérülésének. Ennél nem bonyolultabb a dolog, és ez azért messze van a hazárulástól, mielőtt bárki azt gondolná, hogy itt ilyen nagy véres csaták vannak. Szikki János, Zentai Péter, Szanyi Tibor, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a figyelmüket, jó hétvégét kívánok mindannyiuknak, és hétfőn reménykedem abban, hogy ismét találkozunk itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra! Thank you.